A videót a notebook.hu támogatta. Hát, üdvözletem mindenkinek! Szevasztok, srácok! Nagyon örülünk, hogy az előző rész tetszett nektek, hát el is hoztuk nektek a következőt. Elnézéseteket kérünk, viszont rengeteg anyagot vettünk fel előre, szóval nagyon hülyék voltunk sokáig, viszont majd idővel sokkal jobban fogunk játszani. Ebben a részben azt fogjátok látni, hogy hát megpróbálunk elkezdeni dolgozni, és ezen kívül minden más, csak ráadás. Jó lesz, szerintem tetszeni fog, most vágtam éppen meg, úgyhogy hát nézzük is, és hogyha tetszik, akkor egy lájkot csappincsatok reája, és csekkoljatok fel a notebook.hu-ra is, illetve azért mondom, mert karácsonyi ajándékok, dehogy is, akciók vannak. Amúgy van személyid, azt vágod? Igen. Aha, F4? Várj, most nézzük már még. Aha, F5, személyi megnézés, és feldobja, tesó. És ott van egy Samuel Csontos, május 3, mail, 180 magas, és most fel tudom neked mutatni, figyelj! Felmutattam, tesó, ott van, bum! Látod? Figyelj, felmutatom neked, tessék! Elvileg látod te is. Nincs játék, de most... Látod? Na figyelj, taxis, hát de ahhoz nincsen jogsink, bányász, Szabó... A bányász az jó lehet. Megnézzük a bányászt? És akkor egyszerre tudunk dolgozni? Jó. Hát nézzük meg akkor a bányászt. Várjál, nincsenek pénzek, hogy mi mennyit, ki mennyit. De szerintem van egy átlagbér mindegyiknél, mindegy, jelentkezek. Felvettek engem. A bányász, felvettek az ásóval, jelentkeztél. Oké, ez jó, és akkor most? És akkor gondolom most meg kell keresni a bányászatot, nem? Hát gondolom. A térképen. Hallod, olyan verdek vannak, falnak megyek, ember, kurva jók. Megnézem én is. Atyaisten, Peugeot 206. Egyből azt hiszem én is! És mennyibe kerül? 6000 dollár? 6000 dollár? Az nem tudom mennyi a bér egyébként, szóval... Figyelj csak, lehet valami könnyebb melót kéne csinálnunk, amihez nem kell ennyit menni össze-vissza. Szerintem az összeshez kell menni egy csomót amúgy. De egy Szabóhoz mit? Ki van azt találva, ne aggódja. Akkor mi legyen, menjünk el az öltöző? Csak az a baj, nem tudjuk, hogyan kell csinálni. Jaj, bocs! Baszd meg! Bocsi! menjünk el, nézzük meg, figyelj, nézzük meg! Hallod, lehalkultál, ahogy távolabb mentél. Várjál, nem menj messze, mert nem hallak jól. Azt mondtam, hogy lehalkultál, ahogy hívjunk távolabb taxit, mentél. Hívjunk taxit, tesó, hívjak? Csak azt kéne tudni, hogy hogyan kell átadni a pénzt, mert nekem még mindig nincsen meg. Próbálok. Na figyelj, mondom, adjál pénzt, mondom, mit csinálj. Tehát nyomd meg az F2-t. Oké. És akkor benyomod azt, hogy mennyit akarsz átadni, ott van a mennyiség. Mit tudom, adjál 5-öt. Írd be azt, hogy 5. Oké. És akkor fogd meg a pénzt, az egész köteget, és húzd át az átad gombra. És ott lesz a nevem elvileg. De hol? Nem látom. Na, megpróbálom én is közben. Tehát még egyszer... Megvan! Megvan! Jó. Hívok taxi. Sőt, most te áld a taxit, mert az előzőt én álltam, jó? Bratis? Jó van, tesó. Itt van! Itt is van! Jó napot! Üdvözlöm, ketten vagyunk. Oké, nyugodtan szálljanak sőbe. Jaj, ez csaj! Na, hova lesz István? Bátyám, jelölt be a térképen, légy szíves, hova megyünk? Ne, most írtam ki. Mi baja? A bányászok öltözőjéhez. Csak tudnám, hogy hogyan kell, ha... Ja, nem is van ilyenkor az Isti. Most. Hát miért? Igen, elég hideg van. Nem is hall az Isti. OC, mondom. Szia, Anfield és Isti. OC, mondjuk, szia! OC, szia! OC, kérdezem, videó van? Igen. OC, mondom, sziasztok, nézők! OC-ba ők még nem tudnak válaszolni, majd később. Most torolt teget, hogyan megyünk. Kérdezhetünk egyet OC-ba? Vagy nem is OC-ba? Jó, voltam.
Ha bányászoknak megyünk, akkor először az öltözőbe kéne mennünk? Igen, igen, igen. Jaj, de jól tudjuk. Nagyon szuper. Köszönjük szépen, köszönjük. Én meg így szépen mondom, hogy én Csontos Samuel vagyok, a bátyám pedig Csontos... Hogy Tóbiás. Hívnak téged? Tóbiás vagy, elfelejti jó? Már most a nevem. Hát ez... Már most elfelejtettem. Köszönjük szépen. Önöknek ingyen lesz. Tóbiás, ne fizess ki az urat. Persze, Tóbiás. Nem, kifizetem. Ingyen lesz, ingyen lesz. Hadd fizessem ki, legyen kedves. Akkor egy 10 dollár kérem. Na, hát azért ennyire. Megvan jó, az jó. Ára annak. Köszönjük szépen, további kellemes napot. Nektek így. Hát azért egy kicsit elszállt magát. Nem viccelek. Gyere bátyám, egy pillanatra eltűnt a hajam, az sokkot kaptam. Jövök, csak kifizettem. Köszönjük, viszont hallás, látásra. Viszlát, viszlát! Milyen játékról beszél ez? Hallod, én meg itt beszéltem hozzád, azt rájöttem, hogy nem is hallasz most. Elmentem, mondja, várjál, hallod, mondom, én meg itt beszéltem hozzád, azt rájöttem, hogy nem is hallasz. Igen, igen, ez így elég komoly amúgy. Oda néz! Oda nézzetek, srácok. Na nézd már! 5000 szépen, vedd le azt a kis surmódat, te. Igen, neveletlen. Na menjünk bányászni, brattyó! Na, de várj, egy szállító járművet igényelünk, de nincs jogsink. Hallod? Hello? Tessi, te vagy az? Én vagyok, csak nincs jogsim. De figyelj, a szabályok arra vannak, hogy megszegjük őket. Ez mondjuk igaz. Várjál, majd most menjek veled? Vagy most mi van? Nem tudom, hát... Én nem tudok igényelni, tehát rányomok is, így nekem ne ad, de semmi. Akkor lehet együtt kell. Oké, okay, és akkor most nyilván tudni kéne, hogy hova a szarba kell menni, ugye? Szerintem menjünk el ahhoz, hogy kő. Oké. Okay. Szerintem ott kell bányászni kvázi a kőnél, az eléggé messze van, úgyhogy... És mi van, ha egy rendőr igazoltat? Börtönbe megyek? Majd alakul valahogy, nem ott kell kimenni szerintem. Nem. Próbálok szépen lassan menni. Pöcsönbe megyek innen ki. Ja Istenem már! F11-el kapcsol a szövet! Hoppá van! Micsoda hangeffekt kísérte ezt! És lámpát? Illetve Hedwig! H betű! H betű! Ó, ott is van! Azért mert ne legyen egyértelmű, hogy nincsen jogsink! Tartsd be a szabályokat, azt hiszem! Azaz! Index? Bár a taxis is leszarta, de nincsen index a szerveren amúgy. De ott van alul. Látjátok ti is, srácok. Hol alul? Ott van alul nekem a kilométer per óránál. Á. Te hallod? Nem akarunk visszamenni Discordra? Hát visszamehetünk. Csak azért, mert nem tudok így vezetni, közben nyomkodom ezt a szart. Na, jó. Mert hallod, én semmit nem hallok úgy. Mármint hallom, csak nem tudom nyomni közben. Ja, vágom. Oké. Az amúgy milyen durva, hogy 2 taxit hívtunk eddig, és eddig mindkettő teljesen más ember volt. Igen, elég durva. Remélem, basszus, nem jön valami rendőr, mert hát megszívjuk. Basszus, de hülyék vagyunk, egyikünknek meg kellett volna csinálni. Adtam volna 55 dollárt. Tényleg az kellett volna, bassz meg. Muszáj összedolgozunk, mert így nem megyünk semmire. Jó, figyelj, az a lényeg, tényleg amúgy. Következőre, ha jövünk be a városba, akkor megcsinálhatjuk neked mondjuk. Igen, szerintem nem fog elkapni senkit, egy rendőrt nem láttam még. Na hát hallod, hogyha volt ennyi taxis, nem gondolt, hogy rendőr nincsen.
Szerintem nem mennyivel lehet menni, mert 130 környékén veretjük neki. Fogalmam sincs. Akkor jó. Hát a végén még az egyik kedvenc izé lesz mostanában, mivel nyomjuk. Azaz! Eskü, szétadom. Na okay. Megjöttünk, figyelj! Megjöttünk, nem biztos, hogy ide kell jönni, ugye? Az egyáltalán a másik. Nem, tehát hogy így... Aha! De! Okay. Nyílik a sorompó! Hát az egy dolog, hogy nyílik a sorompó. Jó, mondjuk igaz. Csak nekem soha nem nyílott eddig még. Oké. Okay. Oké, okay, erre lejövünk. Ja Istenem! Beadunk egy kis driftet. Ez az! Oda nézzél! Itt a visszafordító. Igen. Teriyaki! Azaz. Na azt... Úristen, ez a hely. Ide már csak nem jön rendőr. Nem hiszem. Jó, csak nem tényleg hiszem. Szívás van, hogyha jön, mert akkor mi? Akkor letilt azt? Vagy nem mi? Fog! Ne gondolkozz ezen! Nem fog jönni rendőr, kész. Ne gondolkozz ezen! Ott van, vagy ott van a sárga kör, jó? Meg ez hogy néz ki, hogy most itt kell lennünk egy órát, vagy nem, mi? Nem, szerintem csak fel kell vennünk a cuccot, és vinnünk kell tovább. Na majd mindjárt kiderül, várjál csak. Még van melós WC, minden. Hallod, és BMW hangjelzés van a kocsiból. Na figyú, én nem tudok nyomni semmit, és szerintem külön-külön kellett volna ezt csinálni. Most én se. Aha. Gyalog kell lenned, hogy ezt a munkát elvégezhessd. Oké, gyalog vagyok. Én is. Plusz egy kő! Írja, hogy plusz egy kő! Várjál, csak bent kell állni. Menj nem? Már! Nem, nyomkodni kell! Mit? Nem tud többet cipelni kő! Várjál! Mit nyomtál? Ett! És akkor most hova rakom a követ? Vagy most mi van? Nekem nem ír semmit. Várjál már, F1. Uram, aha, atyám. Van nálam 7 darab kő most! Ugye a leltárban látom. Aha, nálam is van 5. Van, van, van! Nálam 7 van, és azt én nem tudok többet vinni. Most minek kellett ez az autó hozzá például? Akkor... Ezt nem lehet kinyitni, ezt a szart? Várjál már, tudom. Várjál már, az áttadnál nem lehet az autót kiválasztani, hogy beleadjuk? Nem hiszem... Ki jött ide? Van itt valaki? Nincs itt senki, csak a szél fúj. A nagy szart, ott van valaki ember! Azt mondom! Ő jön a BMW-vel, várjál már! Hűha! Húha, szarba vagyok! Üdvözlöm uram, mi a kérdés? Hát tudja, nagyon jó embert kérdez, mi is itt még szenvedünk, sajnálom, nem tudok segíteni. Te figyelj, lehet, hogy csak nálunk kell, hogy legyen, de hülyék vagyunk. De akkor miért kell ez a szarautó? Nem tudom, gyere szállj. Jó, mindegy, hozom, hozom, jó, jó. És követ vettünk fel? Követ vettünk fel, jó. És szerintem el kell menni a kőmosóba, nincs olyan. De van. Nem, de kőmosó, menjünk a kőmosóba. Az meg ott van balra, középen. Uram, atyám. Jó. Mivel csatolom be az övet? F11. Lassan meg, amúgy sokkal jobb, ez így nagyon tetszik, hogy nem az van, hogy per, meg izé, azaz. Hanem van mindenre egy gomb, ez így nagyon fire. Várjál csak, várjál, állj meg. Csávó, mit kérdezed, hol kell leadni az acélt? Az acélt? Arany, ja, akkor lehet bármilyen autóval jönni. Csak hát nekünk még ugye nincsen. De várjál, föl se volt, ács volt öltözve a gyerek. Az egy dolog, hát nem biztos. Amúgy szerintem az olvasztóba kéne vinnie, de mindegy. Akkor nem csak... Állj meg, a csávó fut mögöttünk. Lehet, hogy valami kérdés van? Várj, beszélek már vele. Várj, meg. Olyan élettelen vagyok. Hello, nem lehet, hogy az olvasztóba kell menni? Az a céllal? Nem tudom, hogy hol van az a cél. Ja, hogy az acél maga hol van. Ja. Na várjál. Vasleadó, olvasztó, kőmosó, gyémánt, bányászok, arany leadó. Ne fegyeltek, akkor kraftolni értik. Aha. Ah, oh, bocsánat, akkor te nem tudok segíteni, nem is tudom, hogy lehet acélt szedni, tehát hogy így fogalmam nincs. Na jó, gyere, menjünk. Várjál. Várok. Csáó, beszáll, tesó! Kiszállna?
beszállt melléd és kiszitek? Tesó, Elvis, tesó! Hívd a rendőrt! Szálljon ki, könyörgöm! Szeretnénk végezni a munkánkat! Hallod, ilyet tilos csinálni, hívd a rendőrt! Tudod, ilyet tilos csinálni. Aha. Én tudod, mit csináltam most? Lemjutoltalak téged Teamspeak-en. Hallod, mindjárt megölöm a csávót. Ja, de nincs semmi fegyver. A rohadt anyját, hallod? Hívtam rendőrt! Jó. Csak egy gond van. Nincs nálad jogsi. Tesó, mi történik? Tesó, nem áll meg a gyerek. Szerintem el akarja lopni. Aha. Én nem tudom, hol vagytok. Tesó, már itt föl... Most ugorjak ki, vagy mi legyen? Ne, hívd a rendőrt. De hívtam, de hát most... Jó, menni fog. Tesó, visz engem a gyerek. Mert egy kis pöcs. Aha. Szólj neki, hogy hívtál rendőrt. Várjál, megállt. Szólj neki, hogy hívtál rendőrt. Szálljon ki, kérem, hívtam rendőrt. Ez mi a szar? Hívtam rendőrt, kérem, szálljon ki. Azt mondja, oké, anyád! Jézusom! Hol vagy? Tesó, megyünk az autópályán, vágol? Tesó, vissza az autópályán! Jézusom! Na várjál, még egyszer rendőrt meg próbálok hívni. Jó, hát hallod, én is hívok egy rendőrt. Azt majd lesz valami. Én állok egy helybe. A rohadt anyját, hallod? A srácok meglopnak minket. Hogy kell hívni amúgy, Szent Message? Mit tudom én, ja? Most erre mit csináljak, tesó? Ja. Tesó! Tesó, ez valami bűnöző, vágod? Aha. Jó, én most írtam egy rendőrnek, hogy ellopták a munkás járművünket. Jézusom, srácok, mi történik? Engem meg itt hagytak a hidegbe. Miért szállja ki? Ne szállj ki! Nem akarok kiszállni! Uram, atyám! Hát de Meló közben ezt nem csinálhatja meg. Nem, elolvastuk. te nem lophatsz Meló közben. Basszus, nincs rendőr a szerveren? Vagy csak nagyon messze van. Most kiszálljak, és akkor kiszállok! Ne! Tesó, de most mit csináljak? Csesz meg, most itt ülök a kocsiban! Jó, maradjál ott is ti! Hol vagytok? Az autópályán állunk, mit tudom én, kérlek szépen... Fölszólít, hogy szálljak ki, folyton! De hol? Nem vagyunk messze az autópályán! Nem tudom megmagyarázni, tesó! Visszafele mentetek? Igen, a város fele mentünk, igen! Jaj, én meg... Megölöm magam. Jó, megyek isti! Futok! Jó. Muszáj valahogy megoldanunk, hát itt hagy minket a semmi közepén. Itt vagyok, de nem szállok ki. Mondd neki, hogy mindjárt jönnek a... Ja, ne. Tesó, nem mondom, mert ez már valakit felhívott telefonon, hogy hogy intézze a rendőröket, vagy mi az Isten nyilát, tesó. Jézusom, mi bekeveredünk, Isti? Tesó, mi történik? Nem vagytok messze? De igen, most megint elindultunk, most megyünk a tököm tudja hova. Uram, atyám. Hát én próbálom Nem, én Csontos Samuel vagyok, nem is, én Csontos Samuel vagyok. Az anyja picsáját! Az anyja picsáját! Csontos Samuel! Uram, atyám! Azt megmondja nekem, hogy hova megyünk most? Tesó, elraboltak! Téged? Még egyszer mondja? Hát hívom de miért kéne, kiugranom az autóból? Szivasd, mondd neki, nem nagyon ugrok én ki. Jó, de miért rúgott ki a kocsiból? Kezdjük ott. Miért az ön autója? Értem, mi ezt a bányász helyen vettük fel ezt az autót munkák ügyből. De ez így működik, hogy ráteszi a mancsát, és akkor az öné egyből az autó, vagy mi? Büdös köcsög. Értem, nagyszerű. Hol vagytok? Nem fogok kiugrani. Basszus, azért, mert nem vagyok köteles egyszerre magának... megfelelnem. Uram, atyám, hol vagytok, Isti? Tesó, a pulzusom megy föl, mint az állat, vágod? Hol vagytok? Tesó, benn vagyunk a városban. Kocsikázzunk nyugodtan, rendben, én benne vagyok. Jézusom. Tesó, mi a szar történik itt?
Hát hallod? Hát most én mit csináljak? Én nem tudom. Én meg a semmi közepén sétálok, hallod? Na jó, figyelj, kiszálljak! Ne szállj ki! Mindjárt hívok egy taxit. Tesó, asszó... Jó. Mit mondott? Azt mondja, van valami túsz. Vagy mi. Tesó, túsz vagyok. Miért vagyok túsz? Nem tesó, tudom. Leugratott a hídról. Mit kell csinálni, ha túsz vagyok? Jó, kiszálltam. Tesó, elfutok. Elfutok. De most akkor ellopták a telefonodat? Tesó, fut utánam! Nem tudom, a telefonomat elő tudom venni még mindig. Futok, tesó. Elfutok. A térképen nem tudod megmondani, hogy hol vagy? Tesó, nem tudom megnyitni a térképet konkrétan, mert egyszerűen... Szállj, fuss vissza az autóhoz! Fuss vissza tesó, az autóhoz! Tesó, hagyjál már a hülyeséget! Hát de hát most ahol jó! Hatsz? Tesó, leüt! Meghaltam, tesó! Jézusom! Azt mondja, mit képzelsz? Tesó, mi a szar? Tesó, ellopta a kövemet! Vagy nem tudom... Tesó, ellopja a pénzemet! Tesó, mi az Istenbe keveredtünk itt bele? Jézusom! Tesó, elveszi a... Tesó, 10 perc fogok újjáéledni! Atyaisten, mi a jó most? Most tudom már, hova megyek el. De ember, hívtam rendőrt! Nincs rendőr. Na, hát ez nagyon jó. Ez nagyon jó, tesó. Várjál. Tesó, én tesó ki vagyok hűlve. Uram, atyám. De bazzek, hát normálisan dolgoztunk. Azt tesó még segíteni akartam ennek a szarházinak, vágod? Igen. És kiszálltunk, hallod? Ember, hát mikbe vannak? Tesó, nem tudjuk megcsinálni jogsit, igaz? Uram, atyám. És hát itt lesz vége ennek a videónak. Hát köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. István nézetét természetesen az István csatornáján meg tudjátok tekinteni. Isti plays, motherfucker. Úgyhogy találkozunk a következő részben. Ha tetszett, egy likét nyomjatok, ne felejtsetek el feliratkozni. Anfield Shop, Instagram és minden más a leírásban. Hello, szevasztok! Sober, my run through the money, the press will be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The foe in affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them, I run through the money, the press will be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling.